Minden kedves érdeklődő most és a következő hetekben megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Budapest születésnapja alkalmából. És első helyen, első mondatként Magyarország kormánya és minden polgára nevében szeretnék boldog születésnapot kívánni Budapestnek. Isten éltesse még nagyon sokáig Budapestet és a budapestieket. Szeretném megköszönni a kurátoroknak, különösképpen a gyűjtőknek, és ennek a fantasztikus fotógyűjtemény német és magyar kezelőinek és gazdáinak, hogy a közjavára és Budapest örömére hozzáférhetővé tették a gyűjteménynek ezt a gyöngyszemét, ennek az évtizednek a dokumentációját, ami különleges örömmel tölt el mindannyiunkat, hiszen betekintést nyerhetünk Magyarország egyik legfényesebb korszakába. Több ok miatt is nehéz helyzetben vagyok, ezért engedjék meg, hogy röviden erre kitérjek. Először is Hegedűs Endre olyan fantasztikus darabbal örvendeztetett, örvendeztetett meg bennünket, ami után nem könnyű szólni. Másrésztől Hirler tanár úr jelenlétében, szigorú tekintetével, ösztűz alatt, nem tudom, hogy merjek-e egyáltalán bármivel is hozzájárulni, bámfőigazgató úr nagyvonalú és jelentős beszédéhez. Ha azt megteszem, hogy a munkavállalók érdekében fölemelem a szavam, és kérlek, legyél nagyvonalú a kollégáiddal, akik most is dolgoztak azért, hogy az intézmény jól működjön, legyél elnéző és nagyvonalú, és bocsásd meg nekik, hogy egy performance a kiállítás jelentőségére fölhívták a figyelmet. Ha megengedik, akkor azzal kezdeném, hogy néhány évvel ezelőtt Bán Lászlóval, arról beszélgettünk, hogy a fotónak milyen helye lehet a magyar képzőművészetben. És itt szeretném megköszönni azt az áldozatos és kitartó, szinte időnként bozót harcra hasonlító küzdelmet, amelyet a magyar képzőművészet házai érdekében László az elmúlt két évtizedben végzett, és ma is a politikusok disztingvált visszahúzódása mellett folytatja ezt a küzdelmet itt Budapesten. De azt gondolom László küzdelme, a küzdelem eredményei és az elmaradt beruházások rávilágítanak bennünket arra, milyen fontos volna egy új fotomúzeum, egy nagyvonalú új fotomúzeum Budapesten. És mekkora hibát követtünk el mi, politikusok, hogy nem kezdtük meg a Nemzeti Galéria megépítését. Mind a két épület fájóan hiányzik, Budapest kulturális kínálatából, Budapest életéből, és a 150. születésnapon a legtöbb, amit megígérhetünk, hogy mind a kettőt meg is kell építsük, a Nemzeti Galériát is, illetve egy új fotókiállítást is, fotomúzeumot. A beszélgetésünket, hogy a fotónak a magyar képzőművészet palettáján milyen helye van, megalapozta számomra egy olvasmány, amit jó szívvel ajánlok mindenkinek, bár nem lesz könnyű irodalom, Magyarország szerintem legkifinomultabb gyűjtője, Hatvani Ferenc írt egy könyvet, amit nagyon kevesen ismernek, hiszen kiadást nem élt meg a kézirat, ez pedig a könyvtémája úgy szól, hogy a fotó megjelenése után van-e értelme a festészetnek. Hatvani Ferenc erről írt 550 oldalt, és 550 oldalban ecseteli azt, hogy vajon a fotó megjelenése után a magyar festészetnek, a világ festészetének van-e még értelme, van-e még jelentősége, vagy hogyha fotó van, akkor minden van, és a fotó mindent elmond, és a fotó boldoggá teszi a szép iránt vágyó közönséget. Én azt gondolom, hogy a magyar fotóművészet, az európai és világ képzőművészeti minősége, ez nagyon sokat tett hozzá, méltó elismerése elsősorban Magyarországon hiányzik, de ami ennél fontosabb, maga a fotó, mint kortörténeti dokumentum is, egyre jobban fölértékelődik. Ebbe a sorba illeszkedik be a mai kiállítás, aminek kapcsán szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy két gyűjtemény, egy képeslapgyűjtemény adja és egy magángyűjtemény adja ennek a kiállításnak az alapját. Kevesen tudják, hogy a képeslap születése az osztrák-magyar monarchia egyik vívmánya. A világ képeslap szakirodalmát és a világ képeslap történetét itt az osztrák-magyar monarchiában találták ki és indították útjára, mert a képeslap az osztrák-magyar közös szerzemény 1867 és 68 után terjedt el a világban, és vált hivatalossá maga a képeslap, mint levelezési forma. És azt is kevesen tudják, hogy a fotó az élet, a polgári élet egyik legfontosabb divatja volt, és a fotón keresztül majd a képeslapra vetített fotón keresztül kommunikáltak az emberek egymással. A képeslap és a fotó annyit jelentett a 19. század végén és a 20. század első felében, mint ma a mobiltelefon, a Facebook, az üzenet, az SMS, vagy éppenséggel a különböző digitális kommunikációs eszközök. Ezt jelentette a polgárember számára, a hétköznapi ember számára. Magyarországon 1868 után a nép nevelési népoktatási új struktúra kialakítása után, amikor bevezették a kötelező népiskolai rendszert, 20 millió, 20 millió föladott levélből 1910-re 177 millió levelet írtak a magyarok, elsősorban képeslapot évente, ami annak volt köszönhető, hogy megtanultak írni és olvasni, megszűnt az analfabetizmus, ötvös törvénye 1868-tól 1910-re a monarchia korszakának egyik nagy vívmányaként fölszámolta az írás tudatlanságot, és ha már tudtak írni az emberek, és ha már volt képes lap, akkor nem tettek más, mint hogy képes lapon üzentek egymásnak 177 millió levelet, és képes lapot szállított a magyar posta, és a szállítás eszköze nem volt más, mint a magyar vasút, hiszen a postai küldeményeket vasúton továbbították, szintén a tárcámhoz tartozó portfólióban, Ebben a korszakban, hiszen nem csak képeslapot találtak ki az elődök, nem csak megtanították a kortás magyarokat, a korszakban élőket írni és olvasni, nem csak divatja lett a fotónak és a képeslapnak, hanem megszervezték a kiválóan működő magyar posta segítségével és a magyar államvasutak segítségével az üzenetek, a fölkiáltások, a levélváltások célba juttatását. 43 ezer kilométernyi vasút épült 1867 és 1910 között, és ezzel egyik, Európa egyik legerősebb vasúthálózatát hozták létre. Az akkori magyar vasúthálózat lakosság arányosan erősebb volt, mint például a francia vagy német vasúti hálózat. Ez adta az ország gazdasági föllendülésének az erejét. Persze ez a fotókiállítás nem csak bemutatja a kortás Budapest hivatalos és nem hivatalos épületeit, eseményeit, embereit, nem csak egy bepillantást nyerünk az első aranykor hétköznapjaiba és hivatalos életébe, hanem rávilágít arra is, hogy minden aranykornak van egy gazdasági, társadalmi és politikai kerete. Erre már utalt főigazgató úr, és ezek a tények, miután a monarchia története, a magyar történetírás kánonába bekerült, elég ismertek, mégis föl kell arra hívjuk a figyelmet, hogy van párhuzam a mostani 30 esztendő és abban a 30 esztendő között. Mondom ezt azért, mert az osztrák-magyar monarchia megszületését, Magyarország és Ausztria összefogását és kibékülését, Budapest megszületésének lehetőségét mégiscsak háborúk, mégiscsak a Nyugat-Európában zajló krízisek, válságok, kilátástalanság és bizonytalanság korszak okozta. Két elvesztett háború 1859-ben és 1866-ban vezetett ahhoz, hogy Ausztria rákényszerüljön a magyarokkal való megbékélése és megegyezése. És ne felejtsük el, hogy Európa hatalmi rendjét érdemben borította meg a párizsi kommun, majd ez ezzel párhuzamosan létrejövő német nagy állam, amely Franciaország megszállásával kezdte a születésnapját, a nulladik születésnapját ott ünnepelte Versailles-ban ami azt jelenti számunkra, hogy egy meggyöngülő Nyugat-Európa közepette tört föl Közép-Európa, talán nem véletlenül, tehát ha nyugaton gyöngélkedik a gazdaság, a politika, a hatalom, kilátástalan az emberek jövője vagy nagy a bizonytalanság, az mindig lehetőséget szülést teremt Közép-Európa számára. Nincs ez másképpen a mai kor évtizedeiben sem, hiszen manapság is, mi, akik a közéletben különböző oldalakon küzdünk és tevékenykedünk, egyetértünk abban, hogy Közép-Európának, az itt lévő nemzeteknek az összefogása, együttműködése az egyik legnagyobb siker sikertörténet az elmúlt 30 esztendőben, a V4-ben a V4-ekkel párhuzamosan fölnövő együttműködés nem csak politikai és hatalmi üzenet, gazdasági realitás, hanem kulturális üzenet is, hogy igenis a Kárpát-medencében, a Kárpátoktól délre Budapest, újra lehet ennek a régiónak a kulturális, gazdasági és társadalmi fővárosa. Ami persze figyelmeztet bennünket arra, hogy egy város születése nem csak egy organikus fejlődésnek az eredménye lehet, hanem tudatos politikai döntés is támogathatja, bátoríthatja és elősegítheti ezt a döntést és ezt a folyamatot. Arra utalok, hogy valóban Liszt jó helyre címezte a művet, hiszen 1867 és 1872 között volt Magyarországnak olyan miniszterelnöke, aki fontosnak tartotta ennek a városnak a megszületését, és lényegében saját maga vizionálta Közép-Kelet-Európa új Párizsát és az akkori nyugati világ divatja és mintája szerint úgy gondolta, hogy a gazdasági fejlődés meg fogja alapozni egy város megszületését. Kevesen gondolnak abba bele, hogy 1848 és 1868 között Magyarországon nem volt politikai élet, és nem volt gazdasági élet sem. 1848 és 68 között minden energia le volt folytva. Azonban 1867 után ezer szám jöttek létre havonta a vállalatok, 1867 és 1870 között 500 pénzintézetet alapítottak Magyarországon, amiből egy év alatt 50 csődbe is ment. De a város pesgését, az ország gazdasági föllendülését hihetetlen mód jelzi, és a magánmecenatúra megjelenését is jelképezi, hogy elképesztő gazdasági pesgés és növekedés indult meg, amiből következett az a gondolat, hogy egy nemzetnek, egy népnek, egy erős közösségnek egy városra, egy fővárosra és bástyára is szüksége van. Nagyon sok szociológus, nagyon sok pszichológus és nagyon sok tudós foglalkozott már a várossá válás történetével, a tömeg megjelenésével, egy társadalom életében. Ha végig gondoljuk, akkor Budapest az első komoly tömeg a magyar nemzet történetében, a magyar Kárpát-medencei civilizáció történetében. 1867-ben Budapesten 300-an élnek, a két város, bocsánat, Obudával együtt a három város részben 300 ezer ember él körülbelül, ami 1910-re több mint 800 ezer, és a 20-as évekre már eléri az 1 millió embert. Ez példátlan fejlődés, példátlan fejlődés, amely helyet, teret, lehetőséget, érvényesülést kíván magának. Amikor megjelenik egy helyben 800 ezer ember 1910-ben, annak mindenféle következménye van. Következménye van a kultúrára, a társadalomra, a gazdaságra, a hétköznapi életre és a politikára is természetesen. Az, hogy ez a tömeg massza vagy erő, az azon múlik, hogy a politika hogyan viszonyul hozzá. A politika és a hatalom a központi hatalom. László jól világított rá arra, hogy nem csak a közismert kiegyezési alapdokumentumokban, vagy az 1868-as oktatási reformban volt közkonszenzus Magyarországon számos kérdést illetően, hanem abban is, hogy a város erősödjön, hogy a nemzetnek legyen egy közös fővárosa. Valóban politikai közös minimum volt az, hogy Budapestet folyamatosan támogatni kell és Tisza, István, Tisza Kálmán kormányzásától 1875-től folyamatosan urbanizációs értelemben megszületik a város, aminek két nagy támogatója van, Budapesten az új miniszterelnök Tisza Kálmán személyében, és ami ennél talán még fontosabb, Ausztria-Magyarország valódi vezetője, politikai vezetője és a végrehajtó hatalom vezetője ebben az időszakban már idősebb András Gyula lesz, aki úgy hívjuk, hogy külügyminiszter, de valójában a külügyminiszter alatt a potenciális végrehajtóhatalom vezetőjét, a miniszterelnököt, a közös külügyminisztert értették, aki a császáriház minisztereként a legbizalmasabb ember, és vezeti tulajdonképpen az osztrák-magyar monarchiát. Szerintem nem független egy nemzetnek, egy, egy városnak és egy, egy népnek a története attól, hogy mi a nemzetközi kontextus és mi a befolyásolási képessége. Azt gondolom, hogy az elmúlt 160 évben, 1848 óta, három embernek osztottak magyar földről, három magyar embernek osztottak lapot a világpolitikában, a világtörténelemben és Európa befolyásolásában. Az első kétség kívül András Gyula volt, idősebb András Gyula, aki majdnem tíz évig vezeti az osztrák-magyar Monarchiát, megvalósítja a berlini kongresszussal Közép-Európa és a Balkán újrafelosztását, világpolitikai szereplő, aki Bismarck támogatója, híve, barátja, sőt példaképe, és aki fölürkelekedik Ausztriában, a Bécsieken, és valóban magyar emberként vezeti Európa akkor újrászülető és újra megerősödő hatalmát. Ez óriási politikai teljesítmény, és az ő támogatása Budapesten, Tisza Kármán miniszterelnök számára a költségvetésben megteremti a közmunkák tanácsához szükséges forrásokat, amit közös barátjuk Podmanickri Frigyes vezet oly módon, amely megnyitja az 1880-as évektől Budapesten a középületek, kórházak, múzeumok, iskolák, egyetemek megépítésének a lehetőségét. Még 1916-ban az első világháború alatti színházakat építenek Budapesten teljes politikai egyetértésben. Persze, föltételezemból lehettek, akik akkor is megkérdőjelezték ezeknek a színházaknak, múzeumoknak, különböző kulturális létesítményeknek a helyét, szerepét, de abban egyetértett mindenki, hogy a nemzet nagyjávállásának, Magyarország befolyásának Közép-Európában és erejének, a kultúra, a kulturális intézmények, az üzenet rólunk, saját magunkról, a kép, amit kiállítunk magunkról, meghatározó eleme lehet. A második ember, akinek a világpolitikában szerepet adnak, és akiről mindenki tudta Washingtonban, Szentpéterváron, Londonban és Berlinben, hogy valójában ő vezeti az osztrák-magyar monarchiát, elsősorban az első világháborúban, az Tisza István lett, aki ebben a korban épp politikai életének egyik legfontosabb küzdelmét vívja. 1905-ben tartják az egyik legdurvább választást Magyarországon, ekkor az ellenzék kerül hatalomra, nagy nehezen, sok évtized után, kormányt alakítanak, és ennek az időszaknak 1910-ig épp egy ellenzéki kormány a vezetője, ez jól mutatja azt, hogy politikai viták, csaták közepette is lehet várost és országot fejleszteni, és lehet egyetérteni a fejlődés és a fejlesztés irányába. Hogy ki az a harmadik ember, aki képes az európai vagy nemzetközi politikát befolyásolni, és a világpolitikában lapot osztottak neki magyar emberként, azt a jelenlévők fantáziájára. Szeretném bízni, és a történet tudósok megítélésére. Szeretném még fölidézni azt is, ha megengedik, hogy nyilván ez az időszak is, amire mi méltán egy nagy korszakként tekintünk vissza, az osztrák-magyar monarchia időszaka, több részidőszakra osztható, és ebben pont a 900-as évek jelentik a legnagyobb izgalmat. Ha valaki az 1900-as évek elején eljött Budapestre, nem volt hiányérzete London és Párizs után. Ugye 1815 és 1915 között a világura az maga Anglia. London a legfontosabb központ, a pénzéletben, a kulturális életben. Londonban osztják a lapokat, ami a hatalmat, gazdaságot és a befolyást illeti. De Budapest nem maradt el Európa nagyvárosaitól, pont a 900-as évekre készül el számos alkotás, amelyet László megidézett, és pont ez az a korszak az, ahol az épületek tartalommal telnek meg. Hiszen az épületek mindig kő, habarcs, tégla, kubatúra, de ha szellemiségkel, egy múzeumban is, egy színházba is, egy kulturális intézménybe, vagy éppenséggel egy egyetemre, egy iskolába is. Ekkor valósulnak meg a legizgalmasabb épületek, hiszen három építészeti korszak határán találkozik a város három építészeti korszak egyszerre van jelen. Még itt van a historizmus, ezeken a fotókon majd látni fogják a különböző épületeket, de már itt van a szecesszió is, fantasztikus építészeti örökséget hagyva maga után, és amiről keveset beszélnek, Budapesten a premodern is megjelenik, amely egy rendkívül fontos építészeti előkorszak a későbbi 20. századi építészet történetében. Ez a három építészeti irányzat szüli meg ebben a politikailag nehéz, gazdaságilag azonban rendkívül jelentős és eredményes korszak idején azt az építészeti örökséget, amit a korszak intellektuálisan, szellemileg képes betölteni hatalommal és erővel. Az Amerikai Egyesült Államokban minden évben három olyan vizsgálat történik, hogy a világ 200 országának mi a soft power indexe, mi a befolyásolási képessége. Nyilvánvaló ezt érdemes lakosság mérethez, gazdasági erőhöz viszonyítani, és nem árulok el nagy titkot, hogy bárhogy néz is ki a világ, az első néhány helyen az angolszászok, és a franciák és a németek állnak. De meglepő módon ebben az időszakban a Magyarok, Magyarország és az Osztrák Magyar Monarchia az első tíz hely körül van, ami a befolyásolási képességet illeti, és úgy, hogy ma már nem egy 20 milliós, hanem egy 10 milliós ország Magyarország, az elmúlt években, ezt kevesen ismerik Magyarországon, a 200 országból a világon Magyarország a 17. és a 20. helyre küzdötte fel magát az amerikaiaknál készült Soft Power Index szerint. Ebben benne van a kultúra, a gazdaság a véleményformálási képesség, az intellektuális pesgés, azok az országok, ahol történik valami izgalmas. És hogy Budapesten ebben az időszakban izgalmas dolog történt, és hogy a következő évtizedekben Budapesten újra izgalmas dolog történhet, azt jól bizonyítja és dokumentálja ez az alkotás, ez a kiállítás, amiért szeretnék személyesen is köszönetet mondani Lászlónak, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy még egyszer megköszönjem az együttműködésüket, a galériának, a szépműnek és természetesen a kiállítás kuratora, kurátorainak azzal, hogy 20 éve szolgálom parlamenti képviselőként az országot, sok vitám van vidéki politikusként a budapesti politikus társaimmal, de egyet megtanultam 2023-ra a 150. születésnapra, nem jó hogyha egy jobb jobboldali politikus bünteti Budapestet, és nem jó, hogyha egy baloldali politikus egy zárt városállamnak tekinti ezt a várost, amiből ő kifelé ló, lő, a másik pedig ostromolja. Azt gondolom, hogy ennek a városnak a fölemelkedéséhez, a még erősebbé válásához újabb együttműködésre, konszenzusra van szükség, ami a kulturális intézmények megvalósításán Budapest erősítésén keresztül vezet majd, hiszen Budapest mégiscsak Magyarországot jelenti, a mi képünk, a mi önkifejezésünk a világban, és ennek adna egy jó példát a fotókiállítás. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.